A Natura 2000-es hálózat füves élőhelyeinek kezelése Magyarországon és Bajorországban című konferencián nem csak a természetvédelem, hanem a természetbarát turizmus fejlesztése és a környezeti nevelés terén folytatott szakmai tapasztalatcsere is kiemelt szerepet kapott. A bajor és a hazai természetvédelmi szakemberek együttműködésének már több évtizedes hagyománya van. Mára az egyik legfontosabb kérdés a természeti értékek megóvása a gazdasági szempontokkal összehangolva. Kapcsolatunk nagyon régi, a rendszerváltásig nyúlik vissza, tehát a legnagyobb tanulság az volt, hogy egy nálunk kialakuló új társadalmi és gazdasági rendbe hogyan tudjuk beilleszteni azokat a bajor tapasztalatokat, ami már abban a rendben született, ami ilyen úton Magyarország is elindult. Tehát a privát szféra előretörése, az állami szféra hátrébszorulása és ilyen változó érdekviszonyok mellett, ráadásul az uniós szabályozások, elvárások bejövetele, tipikus például a mai konferencia témája a Natura 2000-es területek kezelése, tehát a Natura 2000-es területek Magyarországon is kijelölésre kerültek, és hogyan tudjuk ezt úgy menedzselni, hogy a gazdálkodóknak ne sérelmet, hanem hasznot hozzon, ugyanakkor a természeti értékek megóvására törekedjünk maximálisan. A Göttingeni Egyetem magyar származású professzora Festetics Antal a konferencián elmondta, a természetvédelem határtalan, a magyarok számára pedig a legfontosabb, hogy meg tudjuk mutatni az Európában egyedülálló természeti értékeinket. A magyar természetvédelem azzal kezdődött, hogy erdőket védtünk, sziklákat, parkokat, de nem a pusztát. Szégyeltünk ázsiai örökségünk jelképét, a maradiságunk jelképét, és csak az utolsó 25 évben vált tudatossá, hogy a magyar puszta Európában egyedülálló, ilyen világon máshol nincsen. A Hortobágy, a Kiskunság, a Körös-Marosi Nemzeti Park olyan értékek, ami csak itt van, hungarikumok. És a nyugat nem az érdekli, hogy hány mozdon gyártunk, hány tévékészülékünk van, hanem az érdekli, ami csak itt van, ebben az országban, ezért kell a pusztát védeni. A konferencián elhangzott, a tapasztalatcsere két oldalú, hiszen ugyanúgy tanulnak tőlünk is a bajorok, ahogyan mi is hazahozzuk a náluk megszerzett tudást. A nemzetközi tapasztalatok megosztása az rendkívül fontos, mivel mindazt, amit a bajorok már megtanulhattak a természetközeli élőhelyek kezeléséről, ezt a tudást átadhatják Magyarországra is, illetve itt meg olyan élőhelyeket találhatnak a bajor partnerek, amik náluk esetleg nem, és ezért jelentős számukra. A Bajorországi Madárvédelmi Egyesület elnöke azt mondta, a konferencia egyszerre szól a tudományról és a baráti együttműködés megünnepléséről is. Már 25 évre visszanyúlik a mi együttműködésünk. Az egész úgy kezdődött, hogy nagy területeket vásároltunk fel közösen, és ma már együtt legeltetünk közel 2300 hektáron. A mai nap arról szól, hogy ezeket a közös tapasztalatokat megosszuk egymással, és megtárgyaljuk, hogy a Natura 2000-es természetvédelmi területeket hogyan lehet minél inkább megőrizni. Nem utolsó sorban pedig ezt a baráti együttműködést is ünnepeljük a mai napon. Feiern wir aber auch 25 Jahre intensive und sehr freundschaftliche Zusammenarbeit. Norbert Schaffert hozzátette, a jövőben tanulmányi utakat szerveznek majd Bajorországból Magyarországra, hogy ők is jobban megismerkedjenek a mi tájainkkal.